itt van már velünk Szabó Péter és segítője Eszter. Eszter, páros gyakorlatok, szevasztok. Hello, hello. Sziasztok. Miért jó, ha párosan vagyunk, miért jó, könnyebb, látjuk, hogy más kis társas lények vagyunk, úgyhogy ez abszolút működőképes gyakorlatsor. Tudjuk egymást kicsit javítani gyakorlatoknál, meg segíteni egymás pontos végrehajtását, meg eleve egy olyan fajta mozgás valami adott, hogyha valakinek van társa, párja, barátnője, barátja, bárhol végrehajtható, ahol nincsenek eszközök. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen praktikus és aktuális. Na mutassuk is valamit, ugye? A párosságban. Van egy olyan gyakorlat, amikor egymásnak dőlünk, ilyenkor már használjuk is a súlyunkat, egymásnak dőlve, igen, legugolunk, a sarkunk lent van, és vissza. Ez már egy kicsit koordináció is azért, mert a törzsizmok azért már bekapcsolódnak, és a... Kis bizalomjáték. Így van. És én már kinek nehezebb? Neked vagy Eszternek? Hogy, mert ugye nem mindegy, hogy kinek Eszter van. Eszter nagyon erős, úgyhogy hála az égnek egy... Simán bír téged. Nagyon megbízható társ. Oké, okay, utána egymással háttal állunk, összekulcsoljuk a kezünket. Itt is egy picit egymásnak dőlve, meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol ez tud működni. Ez azért nem olyan egyszerű, mert én nehezebb vagyok, kb. Kétszer nehéz vagyok, mint az Eszti. És egymásnak kell dőlni, és mindig ott ropog a parkett, ahol én vagyok. Ezt nem is értem, hogy hogyan ez, hogy hopp. De nem a térded ropog? Dehogy nem. Nagyon durva. Úgyhogy igen, az élsportnak vannak jótékony hatásai. Ezután, miután ez megtörtént, le tudunk menni, és feküdj hanyat kérlek, mert egy olyan páros gyakorlat itt még nem. Ez az. És ide megfeszíti magát az Eszti. Hoppá! De erősek. Ez ilyen spirituális emelés. Uh-huh. Mert ha valaki nem látja hátulról, hogy ja, fogom végén, a kezét, akkor nem mint, fogjátok hogy... egymást földobálni a levegőben, ugye? Az olyan, mint hogyha egy ilyen erőmmel emelnél föl. Már kicsit kezd olyan cirkuszi akrobatákhoz hasonlítani. Ez itt a hátizmot erősíti, és utána pedig egymásra szembe lejövünk, statikus tartás. Mert a hátizom után, egy nagy izomcsoport után előre betöltjük az izmokat. Jó kis plank helyzet. Mehet a pacsi. Az igen. Ez az. Ugye? Itt arra figyelünk, hogy a törzsizmokat megfeszítjük. Ezt oldalról megmutatom, hogy sokan azt csinálják, hogy ide kinyomják a feneküket, és ez nem a legmegfelelőbb pozíció. Ide egy kicsit bebillentem a medencémet, összeszorítom a falizmokat, és megfeszítem a hasfalamat. Uh-huh. És akkor utána történik ez a gyakorlat. Gondoljunk arra, hogy mintha két teszka közt lennénk. Így van. Hogyha én azon gondolkozom, igen, mondjuk, hogy kivel menjek el páros edzeni, a közel egy testsúlyú barátnőmmel, vagy mondjuk a Krisztiánnal. Megoldhatom mind a kettő, csak pont ezért hát be kell figyelni erre az egyensúlyi helyzetekre. Például van egy olyan gyakorlat ezután, hogy hanyat fekszem. Láb. Ez az. De tényleg olyan cirkuszi egy kicsit. Ide leengedem. Simán fel lehetne lépni. Ez az. És most a dobpergés az utolsónál. Ez az. Egyébként azon gondolkodom, hogy gyerekeket játékosan szintén rá lehet venni a sportolásra. Így hát nyilván, hogy olyan gyakorlatokat választok egy párosba, de ez a pacsizás például, vagy ezeket biztos nagyon élveznék. Hogyha egy sport alapjait így lehet lefektetni egy gyereknél, hogy játékosan bevezetjük az ő életükbe, aha, hogy élvezze azt, amit csinál. Mert tényleg apával csinálhatja, anyával, azt szerintem ez abszolút működőképes. Például van még egy olyan lábgyakorlat, amikor a Eszti hanyat fekszik. Azért ő fekszik hanyat, mert az ő cipője tiszta. És leenged, és visszanyom engem. Itt ez mit? Comb? Comb, kedves nézőinket, ezeket ez otthon az. Ne próbálják ki. Ez az. Dehogy nem, bátran. És figyelj, hopp! A varázslat. Igen, Titanic. Ez végre nagyon... akkor egy olyan dolog, amikor jó hangulatban telik az edzés, nem? Ez abszolút jó, mert tényleg egymást is tudjuk húzni egy picit, de oda kell figyelni, hogy azért ne legyen viccelődés ebből az egészből. Ezek komoly gyakorlatok. Mellé körülbelül. Van egy másik szituáció, amikor fekvő támasz, ugyanígy, mint az előbb, és itt is a saját súlyunkat tudjuk használni, és hajlítjuk, és vissza. Lent, és vissza. Itt is, itt azért arra kell figyelni, hogy a gravitáció ellen dolgozunk itt is, uh-huh, és neki a törzsizmait is ugyanígy meg kell feszítenie. Tartania kell magát a belső tónusos vázizmokkal, amellett ugye a mellizom is dolgozik. Ugye ezek nagyon jó gyakorlatok,
és ezt folytosan lehet fokozni. Abszolút. Tud közbe beszélni, ez is varázslatos. Igen, ez igen. Igen, sok éves tapasztalat eredménye, hogy ez tud működni. Van egy olyan gyakorlat, amikor ugyanez a fekvőtámasz helyzet, csak az eszti szembe van velem, és rátámaszkodik ez az, rátámaszkodik a lapockámra, és akkor így egyszerre tudjuk nyomni a fekvőtámaszt. Az nyilván nekem intenzívebb egy picit, de utána cserélünk, és vissza tudom neki adni. Jó. Jó, ezt megmutatjuk, de hogy ez... És akkor még egy komoly kis lábgyakorlat, amit szoktam csináltatni én is edzésemen. Másik, értem, ezzel gyakoroltuk be az előbb. Lejövünk. Na, ez nagyon kemény. És vissza. Ez az. Próbálom. De még egyszer, nem jön. Meg se tudnám csinálni. Ez az nem? Nagyon kemény. Egy lábba búgóra felállni. Ja. Fú, hát... Nem véletlen jöttem az Eszterrel. Köszönjük szépen, hogy így megijesztettetek bennünket, hogy élő emberek képesek éneket csinálni. És akkor ezt azért okosan, ügyesen, de bátran lehet otthon. Fokozatokat itt is érdemes betartani, bemelegítés után, és akkor indulhat az egész. Szuper, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.